Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Bálint Sándor Művelődési Házból. Én Kis Ernő vagyok, a Művelődési Ház önkéntes művészeti munkatársa. Ma a Fiatal Zeneszerzők harmadik Szegedi Fesztiváljának második fesztivál hangversenyéhez érkeztünk el. Ezt közvetítjük ma, kedves nézőinknek, a Facebookon, a Művelődési Ház Facebookján, illetve a YouTube csatornán keresztül. Akik még csak most kapcsolódnak be a közvetítésbe, és hát sajnos így kell, hogy mondjam, tegnapi szép hangversenyt kihagyták valami okból, azoknak, kedves nézőknek elmondanám, hogy ez már tulajdonképpen a negyedik fesztivál, hiszen 2016. szeptemberében volt még egy előzménye ennek a sorozatnak. A tavalyi ősz folyamán a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiumától egy komolyabb támogatást kaptunk, és ennek kapcsán hozzáfogtunk a mostani fesztivál meghirdetéséhez. Nagy örömmel tudom mondani, hogy 19 fölkérést volt módunk kiküldeni, már ez is impozáns szám, hogy 19 személy fiatal szerepel a névsorunkban, és meg kell mondanom, hogy igazából kettő kivétellel, 17-en vissza is jeleztek. Aztán persze a mi dolgunk volt, és akkor itt most elmondanám, hogy szerkesztő társam és kiváló közreműködő, maga a felvétel készítője és rendezője, Klebnicki György zeneszerző és zongoraművész, tehát még kellett egy kicsit szerkesztenünk a műsoron, és így állt össze az a bizonyos 15 produkció, amiből a mai fesztivál hangversenyen március 10-én meghallgatunk majd 7 művet egymás után. A felhívásunk alapján erre a fesztiválra szegedi, Szegedről elszármazott és Szegedhez kötődő fiatal, 40 év alatti, illetve legfeljebb az 1980-as évben született zeneszerzők vehettek részt, kamarazenei, illetve énekes kamara együttesre írt művekkel. Egy szerző egy művel nevezhetett be, a művek maximális időtartama 10 perc, előadói apparátusuk legfeljebb 4 fő lehet. Egyetlen esetben túlléptük, a tegnapi hangversenyen elhangzott, nevezetesen Bozsó Bonifác erőltetett menet Radnóti versre készült nagyon szép vers megzenésítésében 5-en szerepelnek, de nem akartuk kihagyni emiatt, hogy most egy fővel több. A mai hangverseny első közreműködője, első szerzője Hartl Bence, aki hosszú évek óta már itt a kortárs zenei rendezvényeken, egyrészt a Vántus napokon, Vántus István kortárs zenei napokon, másrészt pedig önálló koncertekkel, időnként lakáskoncertekkel, én is magam is voltam egy-két alkalommal ilyenem. Ugye volt, akkor itt most érdekességképpen elmondom, hogy Márfi Gabriella kiváló hegedű művésznő lehetővé tette, hogy a lakására ott betelepedjünk, és Hartl Bence által komponált műveket ott kamarába meghallgathassunk. De a Bence kezdettől fogva benne volt ebben a sorozatban, 16-tól kezdve mindig. De a mai napon nagyon érdekes darabja fog elhangzani, de előtte elmondom, hogy ő azt írta, hogy 1987-ben született Budapesten, hegedülni kezdett 7 évesen, aztán tinédzserként a gitárra választott. De érettségi után hallgatott az 5-ös órán tudományegyetem bölcsészkarán filozófiát és esztétikát is. Diploma munkáját Bertrand Russell denotáció elméletéből írta. Gitárosként itt a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán, majd a Vienna konzervatóriumban tanult. Hangszeres előadó művészi tanár és zenekar vezetői diplomákat szerzett. Mondjuk el a legfontosabb tanárokat, Brezocsi Gábor gitár, Bozóki Andrea gitár, tehát ő is Bozóki Andrea tanárnő tanítványa, Róth Ede gitár és a kiváló Kossuth Díjas Madarász Iván zeneelmélet, zeneszerzés. Zeneszerzőként, mint már említettem, igen aktív, elsősorban szóló és kamarazenét ír különböző hangszer összeállításokra. Darabjait számos országban szólaltak meg, itt az Egyesült Államoktól kezdve Görögország, Ukrajna és így tovább. És a Moszkvai Új Zenei Stúdió szólistái hegedű művészek is előadták, gitárosok úgy szintén. A Somogyi Vonós négyes, ő maga egyébként létrehozta a Svad Gitár Ensemble-t, és azt itt egyébként ebben a teremben Bálint Sándor Művelődési Házban is nem, vagy egész koncertet is adtak, tehát meghallgathattuk. Tehát így folytathatnám, természetesen a 2020-ban Görögországban
az első Halki nemzetközi zeneszerzés versenyen döntős lett. Jelen pillanatban Németországban él és alkot. Ott tanít klasszikus gitárt, kamarazenét és zeneelméletet. Mai elhangzó darabja ennek megfelelően nem német eredetű darab lesz, hanem három ukrán népdal hegedű dróra, eredeti ukrán címen Trippisti. Három tételes a darab, nevezetesen Anton Krive Kolesó, amit nagyon úgy lehet talán fordítani, hogy Anton Görbekerék, többet nem tudunk, ez az első sora. Aztán Oihi Volia, Dahi Nevolia, ó lesz-e vagy nem lesz, ez a másik tétel. De a harmadik tétel, ez pedig Védi, Védi, Szonecsko, Gyereki, Gyereki, Katica Bogár. Azt írja Hártó Bence, hogy főhajtás ez a mű Bartók hegedű dúói előtt. Egyelőre ugyan nem 44, csak három népdal feldolgozása. Az alapanyag azonban teljesen új, helyesebben újonnan dokumentált. Egyébként hozzáférhető a Polyphony Project keretében rögzített online módon, legalább jelenleg 1590 dalt használ fel ez a duó, Bot Miklós és csapata, azzal a reménnyel, hogy talán más szerzők is kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt a nagyon gazdag, eredetileg több szólamú népdal kultúrát átmentsék. Ma tehát Hártó Bence Trippisti három ukrán népdal hegedű dóra című művének ősbemutatóját fogjuk meghallgatni. Ebben az ősbemutatóban Giriti Zita és Horváth Tóth Viktória működik közre hegedű.
Klednicki György zeneszerző és zongoraművész, vagy zongoraművész és zeneszerző nevét már említettem. A fiatal zeneszerzők szegedi fesztiváljaiban mindegyikében a leglelkesebb munkatárs volt, most is az, hiszen ő készíti a fölvételeket, és közre is működik nagyon sok darabban. Ő a felsőfokú zongora tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kezdte meg, majd aztán itt Szegeden, a Szegedi Tudományi Egyetem zeneművészeti karán, de még a Zeneakadémia egyetemi hallgatójaként dr. Kerek Ferenc növendékén fejezte be. Most is a Szegedi Tudományi Egyetem, most már Bartók Béla Művészeti Kara nevet viselő intézményében óraadó, majd korrepetítor tanársegéd. Elsősorban hangszeres tanszékek hallgatóinak zongora kísérleti feladatait látja el. 2004-ben és 2006-ban a Szegedi Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny polgármesteri külön-díjasa volt. Művészi és pedagógiai munkásságáért Artistius díjban részesült. 2020-ban Szeged város kultúrájáért aranygyűrű díjat kapott. 2011-től a Szegedi Egyetemi Tavaszi és Őszi Fesztivál rendszeres kamaramuzsikai szólistája, 2007 óta pedig a Szegedi Vántus István Kortárzenei Napok állandó szereplője, kortárzenei tolmácsaként is jeleskedik. Nagyon, nagyon intenzív zeneszerzői tevékenységet fejt ki. Ennek mindenféle szép eredményeit sokan láthattuk az elmúlt 20 évben. Mint zeneszerző 6 kötete jelent meg az ifjúságnak, 13 hanglemezen hallható a zongorajátéka. A 6 kötete jelent meg a fugolára, fagotra és hegedűre komponált ifjúságnak szánt darabokból, melyeknek tételeit ma már zeneiskolákban tanítják. Igen, igen impozáns diszkográfiája, 10-valahány lemez készült már az ő játékával, többek között Varga Laura és Vizsói Léviával, aztán Kocsár Miklós fagott műveiből, a romantikus fölvételei, saját művei közül emeljük ki a Dallamszilmok című lemezt, a Fohász, Simai Mihály költő verseiből itt többen mondanak verseket, ezen Levendula dallamok, ez nem saját, ez zongoradarab, és így folytat, a Részkarcok, ahol harsona művek hangzanak el nagy részt, és a Szeretet című szólólemezét meg kell tavaly, és tavaly jelent meg. A Részkarcoknak tavaly megjelent a második része is. Kotta kiadványa is vannak, mert ő maga kiválóan tud Kottát szerkeszteni, tehát mondjuk azt, hogy a zeneműkiadónak a könyörületeire ő nem szorul rá, önmaga megcsinálja ugyanúgy azon a szinten. Ennek sok zeneszerző örülne, ha tudna ilyet csinálni, nem kell arra várni, hogy valaki hajlandó kiadni. Az ő Kotta kiadványa, Virágos kert fuvolára és zongorára, egy saját művek következnek, aztán Tűrődések egy nyári délután a hegedűre és zongorára, Őszi kert fuvolára és zongorára, Téli álom fuvolára és zongorára, Miniatűrök fagotra és zongorára, Tóparti mesék hegedűre és zongorára, Hegyi képek hegedűre és zongorára, délután a Fűvészkertben fuvolára és zongorára. Engedtessék meg, hogy szubjektív annyit mondjak, hogy ezeknek a CD-knek jelentős része nekem is a birtokomban van, szoktam is őket rendszeresen hallgatni. Irodalmi estek rendszeres közreműködője Klednicki György. Most egy nagyon izgalmas darabját fogjuk rövidesen meghallgatni, zongoraverseny elektronika fölhasználásával. Természetesen maga a szerző játszik.
Thank you.
Következő szerzőnk Magda Dávid, orgonaművész és zeneszerző, aki 2009-ben diplomázott orgonaművész tanári szakon a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán. 2012 és 15 között Svédországban tanult a Göteborgi Zeneművészeti Egyetemen, ahol egyházzene és improvizáció előadóművész szakon végzett. De orgonaművész és zongoraművész előadóművész diplomát is szerzett a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán, az Egri Eszterházy Károly Egyetem óraadó tanára, ahol orgonát és improvizációt tanít. Számos versenyeredményt tudhat magának orgonából. Svédországban töltött évei alatt kezdett zeneszerzéssel intenzíven foglalkozni, amelynek eredménye hamar megmutatkozott 2015-ben, amikor zeneszerzés kategóriában második díjat hozott az a Svédországból, az orgonára írt BACH Introdukció és Passacaglia című művével. Ezt a darabot a Kantorgi svéd kiadó, mint nyertes darabot ki is adta. 2017-ben az ország legdívosabb új magyar zenei fórum zeneszerzés versenyen nyert szimfonikus zenekari kategóriában. Az Egy leukémiás lány emlékére című művével a közönség díját és az Ötvös Péter Alapítvány díját kapta meg. És számos alkalommal hallgathattuk meg műveit, különböző alkalmakkor zeneszerzői, tehát műveit, többek között kantátáját, szólóműveket, énekszólóra, és így tovább. 2021-ben úgy döntött, hogy visszaköltözik Szegedre, és az egyház zenei munkája mellett főállásként a zeneszerzés és koncertezés teszi ki idejének jelentős részét. Most ütős művét fogjuk majd hallani, nagyon furfangos című egy mű, Macska a marimbán. Szíves Márton ütőhangszeres művész fogja nekünk előadni. Thank you.
Következő szerzőnk megint szegedi születésű, Szigeti Máté. Ő 1984-ben született. Itt a Szegedi Konzervatóriumban folytatott régi zene tanulmányokat, majd zeneszerzés fakultáció után elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés szakát Vidovszky Lászlónál. Mindig meg szoktam említeni, hogy 36 év után ő volt az első fiatal, akit fölvettek erre a zeneszerzés szakra. Aztán korábbi, később különböző helyeken tanított, és különböző nemzetközi sikereket ért el, különböző fesztiválokon, volt Csehországban, Zürichben, Izlandban, és még sorolhatnám tovább, és most ebben az időszakban már évek óta az Egyesült Királyságban él, egészen pontosan Skóciában. Rendszeres közreműködője volt a korábbi hasonló fesztiváloknak is, sőt a Vántos István Kortárs zenei napoknak is. Most egy szóló fuvola darabját hallgatjuk majd meg, és látjuk meg. Senza basso sulla natura della rimembranza, magyarul pedig ez azt jelenti, hogy basszus nélkül az emlékezés természetéről. Csepregi Hajnalka fuvola művész adja elő. Thank you.
szegedi szerzővel folytatjuk ismét. Tornyai Péter 1987-ben született Szegeden. Itt kezdte a zenei tanulmányait, hegedű tanárai Demeter László és Esdobos Márta voltak, majd a budapesti Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában folytatta. Zeneszerzésre Huszár Lajos és Fekete Győr István tanította. A Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen párhuzamosan végezte el a hegedű és a zeneszerzés szakot Kertész István, illetve Jenei Zoltán osztályában, majd a római Conservatorio di Santa Cecilia folytatott ösztöndíjas tanulmányokat. 2015-ben egy évig Ötvös Péter mentorátja is volt. 2015-től a zeneszerzés szanszék óraadó tanára, 19-től kinevezett tanársegédje. Kamarazenészként a magyar és a nemzetközi élet aktív szereplője, a Tree Ensemble, Ludium együttes, Klasszikus Ensemble és még sorolhatnánk, több helyen játszik brácsásként. Számos hazai és nemzetközi zeneszerzői verseny díjazottja, ő is az utóbbi években már gyakori közreműködő volt a Bátors István Kórház Zenei Napokon, és hát magától értetődő módon a Fiatal Zeneszerzők Szegedi Fesztiváljának mindegyik eseményén részt vett. Február 8-án volt a doktori koncertje, amely egészen rendkívüli sikeres volt. Itt külön kiemelném a Dixit című oratóriumát. Természetesen ez is online volt, online módon lehetett sugározni, és így lehetett megtekinteni. Egy rendkívül értékes oratóriumot hallhattunk még néhány hétig. A mai alkalommal az Ede Variációk című művét hallgathatjuk és nézhetjük meg. Benkő Katalin játszik hegedűn, és Klebnicki György zongorán. Thank you.
A Fiatal Zeneszerzők Fesztiválját a tegnapi napon, tehát 9-én egy ifjú hölgyel kezdtük, ő aztán közreműködött még hegedűsként is később, és most két hölgyel, viszonylag ifjú hölgyel fogjuk majd zárni. Virág Anna Virág szintén több alkalommal közreműködött, illetve művével közreműködött itt a Fiatal Zeneszerzők Fesztiválján. Ő azt írta magáról, hogy 1999-ben született Orosházán, gyermekkorában Szerbiában, Adán élt, és itt járt iskolába is. Aztán utána beiratták a zeneiskolába, Bartók Béla zeneiskolába, és 2014-ben nyert felvételt a Vántus István gyakorló zeneművészeti szakgimnáziumba, fuvola szakra. Szabó Norbert volt a tanára. Ekkor még elsősorban az előadó művészettel foglalkozott, de aztán rájött arra a 4 év alatt, hogy a zeneszerzés lényegesen jobban érdekli. 2018-ban felvételizett a Bartók Béla zeneművészeti és hangszerészképző gyakorló szakgimnáziumba, OKI képzésre, zeneszerzés szakra, fővárosban van ez az intézmény. Itt tanárai Horváth Márton Levente és Zarándi Ákos voltak. 2020. szeptembere óta a Zeneakadémia hallgatója, és itt BA klasszikus zeneszerzés szakon tanul Barta Gergelynél. A mai alkalommal Virág Anna Virág művei közül a Le Mois Balkanik című művet hallgathatjuk meg. Szíves Márton működik közre ütőhangszerekkel, Mucsi Gergő marimbán játszik majd, és Klebdecki György zongorázik. Thank you.
Fiatal zeneszerzők harmadik fesztiválját, és így a március 10-i hangversenyt Iván Sára egy nagyon érdekes darabjával fogjuk majd zárni. Mielőtt azonban erről a művőről részletesebben beszélnék, és a szerzőről, szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Bálint Sándor művődéséhez nevében a köszönetemet, köszönetünket nyilvánítsam különböző szervezetek, intézmények felé, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Ismét elmondom, és sokszor el kell, hogy mondjuk, leírjuk, hogy a legfőbb támogatónk a Nemzeti Kulturális Alap volt, ugye a Zeneművészeti Kollégiumán keresztül, tehát egy elég tisztességes összeget kaptunk ehhez a rendezvénynek, a rendezvénynek a megrendezéséhez. Köszönjük! A szegedi intézmények közül különösen segítette a munkát a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara, mert hiszen több művet ott a fricsai hangversenyteremben vehettünk föl. Itt elsősorban az időhangszereket is alkalmazó művekről van szó, tehát köszönjük a Bartók Béla művészeti karnak, és külön dr. Nátyi Róbert dékán úrnak, hogy engedélyezte ezt. Egy művet a Korzó Zeneházban vettünk föl, a Szegedi Szimfonikus Zenekar székházában. Köszönjük tehát a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetésének is, és külön kiemelten Gyüdi Sándor igazgató karnagy úrnak. És természetesen valamennyi közreműködő fellépőnek, valamennyi felkészítő tanárnak, kísérőnek, mindenkinek nagyon köszönjük a közreműködést. Azért elmondom itt a kedves nézőknek még, hogy az én szerint számításom szerint 31 személy működött közre ez alatt a két nap alatt. Illetve hát, kedves nézők, ez nem két nap volt, és akkor most ezt is elárulom, hiszen a megelőző héten, március 1-től kezdve gyakorlatilag 5 napon keresztül folytak ennek az online közvetítésnek a felvételei. Bizony azt is elmondom, mert ott voltam legtöbb helyen, hogy napi több órán keresztül. Az online-nak, kedves nézőknek van egy óriási előnye, és vannak hátrányai. Az idézőjelbe teszem a hátrányt. Persze a hátrány az, hogy nem találkozunk a kedves közönséggel, csak így, ahogy most én szembenézek a kamerával, hanem van egy olyan fajta hátránya is, ez idézőjeles hátrány, hogy amíg egy élő hangversenyen a mű egyszer elhangzik, bocsánat, nagyon föltöz ragadtan azt mondom, hogy sikerül, ahogy sikerül, közönség pedig hát megtapsolja. Az online-nál nem így van. Az online-nál úgy van, hogy addig ismételjük a fölvételt, ameddig jó nem lesz. Ezért nem egyszer előfordult az, kedves nézők, hogy 8 perces darabot 2 órán keresztül vettünk föl, körülbelül 8-szor egymás után, hogy abból kiválaszthassuk utána a legjobbat. Úgyhogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy duplán köszönjük a közreműködőknek, és én itt is szeretnék köszönetet mondani Klebnicki György zeneszerző és zongoraművésznek, aki ebben az esetben egy egyszemélyes tévéstúdióként dolgozta végig ezt a hetet. Nagyon szépen köszönöm neked, Gyuri. Tehát Iván Sára. Iván Sára egy hirtelen nagy sikerre robbant be a szegedi zenei életbe, némi zenei, kiváló zenei tanulmányok, elsősorban én magánének tanulmányok után, nevezetesen 1990-2013-ban Ez történt Bécsben címmel egy teljes operettjét mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház, amit 2 évvel később még fel is újítottak. Hát nyilvánvaló, hogy ekkor ő már erőteljesen fordult a zeneszerzés felé, és hát ő leírta, tehát elárulhatom, hogy most 1995. február 15-én született, tehát múlt hónapban volt 26 esztendős. Itt a magánének szakos tanulmányokat már mondtam, aztán ugye felvételt is nyert a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kara klasszikus ének magánének szakára. Itt először a bachelor diplomát 2016-ban, majd pedig a mester diplomát is megszerezte 2019-ben. Felvételt nyert Olaszországba is, és akkor az ének tanulmányok során felvételt nyert Claudio Monteverdi Conservatorio di Bolzano zeneszerzés tanszakára. Itt kiváló mesterek oktatták.
4 kiváló mestert is megnevezett. Én a nevüket most nem mondom el, mert itt mi felénk őket már azért nem annyira ismerik, de ott nagyon kiváló zeneszerzők voltak. Svédországban is folytathatta a tanulmányait, és akkor innentől kezdve a műveiről szólnék. Az Ez történt Bécsben, elmondtam. Temetés címmel szimfonikus fantáziát írt, 2016-ban mutatták be. A Műpában volt szerzőügyes, szintén 2016-ban. Tiszai dalok címmel írt, Juhász Gyula verseket zenésített meg, Ady Endre verset a márciusi naphoz, egyébként a 19-es Fiatal Zeneszerzők Fesztiválján éppen ez hangzott el utoljára, és még sorolhatnánk Radnóti 7. eklogáját I'm Restless címmel, remélem jól ejtem ki, tehát ő, és közben pedig sikereket ért énekverseny címén is. Megkapta a Sófi Alapítvány külön díját is, még itt művészeti díjakat, egyebeket, tehát egy nagyon sikeres zeneszerző, énekes hölgyről van szó. És most pedig egy nagyon hangulatos darabja szólal meg, címe Ilyen próbát koncert előtt. Ez egy vonós négyes, voltak éppen egy vonós négyes paródiát fogunk majd látni. Nem mondom el a tartalmát, mert a poént nem lőjük le ilyen esetben soha. Rövidesen önök elé fog tárulni. Ezt az aranyos művet az Arany Ezüst Kvártett adja majd elő. Első hegedű Besenyi Etelka, második hegedű Gombkötő Éva, mély hegedű Kádár Jolán, Csányi Ildikó játszik Gordonkán. És hölgyeim és uraim, a Fiatal Zeneszerzők 3. Szegedi Fesztiválja ezzel a művel lezárul. Őszintén remélem, hogy élvezettel töltötték ezt a 2 napot a képernyő előtt. Én nagyon köszönöm, a végig kitartottak mellettünk, tehát március 9-én, meg most 10-én szerdán is, amikor ezeket a mondatokat mondom, és én kifejezem azt a reményemet, a legfontosabbat, hogy ezekből az ifjakból természetesen, aki már befutott, azt annak további jó, kiváló pályát kívánok, vannak többen ilyenek, de az ifjak, meg az egészen ifjaknak kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen a zeneszerzői és művészeti pályájuk. Mi pedig, kedves közönség, reméljük, hogy 2022-ben élő egyenesben találkozhatunk a Fiatal Zeneszerzők 4. fesztiválján. Minden jót kívánok, viszontlátásra! Valami biztos történt az úton a hangszerrel. Jó, persze. Na, még egyszer. De a húron normálisan. A húron húzom, mert ez is a húr, nem? Elnézést. Nincs bocsánat. Oké. Okay. Nincs oké. Nincs oké. Lehet, hogy ez az idő miatt, de azért jó lesz. Na, próbálunk még. Igen, és asszonyom. Bocsánat. Jó, most mi lesz, nem ennek felső. Jó, de most készen vagytok mi? Tényleg, bocsánat. Na. Oké? Igen. Igen. Kezdhetünk? Haj, bazd! Mehet már végre.
Péter! Oh, jaj, bocsánat! Brácsa! Olvas, milyen jó cikket találtál! De elnézést! Kezdjük, vedd föl azt a brácsát, azt kezdjük! Kiről olvastál? Na, mehet? Ezt olvastam. A tempó az olyas valami, amely mindenki számára ugyanaz. Igen, tudom. Jó. Tehát ilyen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Igen, de akkor mit kell belépni? Nem tudom másképp magyarázni, de azonnal kéne játszani, és ebben a tempóban. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dédurban kellene játszani. De miért nem játszunk egyébként szinget? Ja, túl sok benne a hang. Hát úgy, mint Bachnál. Ez jó, jó. Na, akkor meg figyelj, Évi, az hihetetlen, igaz, még miről tudom. Ahelyett, hogy a brácsát fölkapnál, nem, állandóan. Dédur, Dédur. Jó, igen. Jó. Rendben, rendben. Tényleg elnézést. Üzemmódba tenni. Igazgató ide volt. Kortár zenét. Ja, jó. Igen. Természetesen. Igen. Épp az imént játszottuk. Persze, az a gyönyörű darab. Természetesen, igorolom. Igen, igen. Jó. Akkor később. Visszhal. Na, kedves kollégák, vegyük elő az új kottát. Milyen új kottája? Végre swinget játszunk? Egy új darabot. Mi a? Két ezt a... Ó, nem létő, Richard. Pedig az nagyon jó. Tutti frutti. Tutti frutti. Azt én szeretem. Na, ez lesz. Egy óla. Igen. Letelik az ujjam. Akkor előről. Bocsánat. Ez aztán gyönyörű. Jó volt ez a hang. Fogd már be, és a kérdezd. Na. Előről. Mehet? Modern és új. Hát bocs, nekem nem sokára el kell menni. Kussolj! Hát még semmi sem jutottunk. Kezdjük, haladjunk előről. Ezt a csoda művet. Igazgató úr. Már meg. Igen.
Igen. Ilyennek az igaz. Nem, ezt nem hiszem el. Na mi van, mi történt? Lenyelem ezt a kottát. De mi történt? Mert a szerző át akarja írni a művét. Mi? De holnap lesz a koncert. Soha nem lesz a szerző.